Mi legyen 2025 év madara? A hazánkban előforduló 30 récefaj közül a kanalas, a böjti és a nyílfarkú réce indul a versenyben. Ugye mindig valamilyen természetvédelmi üzenet van az év madarának. Ugye a klímaváltozás nyilván jellegéből adódóan leginkább a vízes élőhelyeket veszélyezteti, és gyakorlatilag a vízes élőhelyek, a veszélyeztetett vízes élőhelyek nagykövet madara lesz 2025 év faja. Mindhárom faj egyes száma folyamatosan csökkenőben van. A fokozottan védett kanalas réce magyarországi fészkelő állománya 50 és 150 pár között van. Mind a három választható madárfaj a speciális vízes élőhelyekhez kötődik. Ugye sekély nyílt vízfelületi tavakhoz, ugye ilyenek alapvetően a szikes tavak, mint a Kiskunságon ugye székeknek hívnak, kígyószék, és még soha nem, tehát nagyon sok földrajzi név is ezekre utal, illetve a mocsár és láprétekre, és hát ugye a klímaváltozás miatt az egyenlőtlen csapadék eloszlás, a nagyon gyakori, hosszú és súlyos asszályok miatt ezek a sekélyvízű nyílt fészfelülete rendelkező tavacskák tűnnek el elsők között. Tehát nincs hol fészkelniük. A Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület honlapján 2024. július 25-én 12 óráig tartó internetes szavazás lezárása után a legtöbb voksot kapott faj nyeri el a 2025 év madara címet.